felirat figyelmeztet a buszokon, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a járművezetők védelmében most szünetel a felszállás az első ajtóknál. A járművek belsejében képeket nem készíthettünk, így megmutatni nem tudjuk, hogy a sofőr fülke mögötti ülés sort szalaggal lezárták, oda utasok nem ülhetnek. Nem ez az egyetlen változás a volánbusznál. Március 25-től szerdától a társaság minden helyközi járata további intézkedésig tanítási szünet idején érvényes menetrend szerint közlekedik. Több településen a helyi járatok ettől eltérő menetrend alapján indulhatnak. Így például Nyíregyházán már hétfő óta a nyári szünetben érvényes menetrend van érvényben. A volánbusz azt is közölte, hogy a már megvásárolt utazási igazolványok árát bizonyos esetekben kezelési költség levonása nélkül visszatéríti. Ennek részleteiről weboldalukon lehet tájékozódni. A koronavírus elleni védekezés érdekében hozott intézkedések a belföldi vasúti személyszállítást egyelőre nem érintik. A vonatok jelenleg a szokott menetrend szerint közlekednek, mivel külföldről nem érkeznek most vonatok hazánkba, a nemzetközi járatokat az itthoni belföldi szakaszokon pótolja a vasúttársaság. A járványügyi helyzet miatt a vasúton is használt lejáró utazási kedvezményre jogosító igazolványokkal és igazolásokkal kapcsolatban az érvényesség meghosszabbítását rendelte el az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A veszélyhelyzet lejártát követő 15. napig. A MÁV Start átszervezte és korlátozta a személyes ügyfélszolgálati működését is. A sorbanállás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását. A személyes ügyfélszolgálatok többi szolgáltatása ugyanakkor továbbra is elérhető, mások mellett a nyíregyházi vasútállomáson. Mind a vasúti, mind a buszközlekedés esetében a járatokat, menetrendeket, jegy- és bérletváltási szabályokat érintő esetleges változásokról a veszélyhelyzet idején is a társaságok weboldalán és információs felületein elérhetőségeiken lehet informálódni.